Mint közösségi oldalán írja Vadász Zsolt, néhány hónapra a nomád életmódot választja, hogy az El Camino vonalán embertársai széthagyott szemetét összeszedje, de legalábbis megtizedelje. Nincs szállása, se sátra, se ágya, de még egy polifómja sem. A szabad ég alatt alszik, ha esik, poncsóban meditál felhúzott térdekkel. Megeszik mindent, ami ehető, megfürdik minden vízben, ami fürödhető, írja egyik posztjában. Küldetése, hogy megtizedelje az El Camino vonalán széthagyott szemetet. Hátizsákjában kukazsák az útipoggyász. Célja a természet védelme, és hogy kicsit távol legyen az emberektől, az űrzavartól. Ezen az úton nem az a lényeg, hogy célhoz érj, hanem az, hogy teljesen ott legyél. Amit én az imént az elmúlt 25 méteren próbáltam prezentálni, ez történik az El Camino vonalán sok-sok kilométeren keresztül. Nos, nem azt mondom, hogy figyelemfelkeltés, vagy szeretném megmutatni a világnak, hanem sokkal inkább csak arról van szó, hogy ha már én csak vagy 18 alkalommal jártam ezt a vidéket, akkor szeretném valamivel jobbá tenni, szeretnék valamivel hozzájárulni ennek az útnak a tisztaságához. 2000 kilométeres távot tűzött ki maga elé, Gallia határától Hiszpánián keresztül Santiago de Compostellába. Útján rengeteg szemetet talál, az energiaitalos dobozon, az eldobott szájmaszkokon át, a 450 év alatt lebomló műanyag flakonig. Utazását a Trabant Expedíció YouTube csatornáján követhetik nyomon.